Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus, felkészült a szekszárdi kórháza járvány megjelenésére. Influenza, egyre több a beteg Tolna megyében. Új lakópark, új utak, új vízhálózat, több százmillió forintos fejlesztések Gerjenben és Dunaszentgyörgyön. A nőket köszöntötték, Bonyhádon és Szekszárdon is különleges programokat szerveztek nőnapra. 9-re nőtt az új koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, Tolna megyében nincs pánik hangulat, az emberek zöme odafigyel a gyakori kézmosásra és kerülik a tömeget, a különböző intézmények is megelőző intézkedéseket tesznek. Ez a férfi keresi a szentelt vizet a mise előtt, ám hiába. A koronavírus terjedésének megelőzése miatt az egyház is különböző intézkedéseket tett. A bátaszégi templomban sem töltötték fel ezeket a tartókat, továbbá az áldozás menetén is változtattak. Az ostját a hívők kezébe adják, nem a szájukba. A bátaszégi katolikusok pedig elhalasztották a márciusi zarándoklatukat. Bábel Balázs kalocsai érsek beszédében is kitért a koronavírusra. Mentsen meg bennünket az Úr a koronavírus betegségétől. Ezekre az intézkedésekre azért is van szükség, mert nem csak a világ különböző pontjain emelkedett a megbetegedett emberek száma, hanem Magyarországon is. Már 9 új koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván, miután vasárnap 2 újabb emberről bizonyosodott be, hogy megbetegedett a vírussal. Szekszárdon egyelőre nem érződik a pánik, bár a többség tart a betegségtől, ezért különböző óvintézkedéseket tesz. Megpróbálok kezet mosni. Meg hát nem érintkezem azért, csak most... Nem nagyon nagy tömegekre, nem koncertekre. Azért szeretek ebbe a boltba menni, mert hát itt kevesen vannak. Kerülöm a közösségeket lehetőleg. Más visszamondja az ausztriai idősgondozói munkáját, mert nem szeretne sem megbetegedni, sem másokat megbetegíteni, ha elkapná a koronavírust. Gyenge az immunrendszerem, és pont ezért tehát tanácstalan is vagyok. Megint más feleslegesnek tartja a koronavírust övező intézkedéseket, a média felhajtását. Én nem tartok tőle, és nem hinném, hogy szerintem nem kellene tőle félni. Eközben a kormány létrehozott egy tájékoztatási oldalt, ahol aktuális híreket közölnek a vírussal kapcsolatban. A koronavírus.gov.hu szerint a vasárnap diagnosztizált 2 új beteg a már korábban új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó kontaktkutatásra kerültek a Népegészségügyi Hatóság látókörébe. Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbetegellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt. A szekszárdi idősek otthonában és a Balassa János kórházban is érvénybe lépett az intézkedés. Németh Csaba, a kórház főigazgatója azt mondta, felkészültek egy esetleges járványra, de egyelőre nincs ok aggodalomra, Szekszárdon nincs karanténban senki. 3 évvel ezelőtt került kialakítás ugye a belgyógyászati tömbünknek az alapsorába. 2 ágyas külön fürdőszobával ellátott és elkülönítésre minden tekintetben megfelelő kórtermekkel rendelkezünk.
Németh Csaba, a szekszárdi Balassa János kórház főigazgatója éppen arról beszél, hogy 18 beteg elkülönítésére van mód a fertőző részlegen, ha a koronavírus megjelenne Tolna megyében. Kihangsúlyozta, felkészültek egy esetleges járványra, az intézményben dolgozókat felkészítették, hogyan szűrhető ki a betegség, mi a teendő, ha fertőzött beteg érkezik az intézménybe. Továbbá beszerezték a szükséges védőruházatot és takarító, tisztító, fertőtlenítő szereket. De egyelőre nincs ok aggodalomra, Szekszárdon nincs karanténban senki, fogalmazott az igazgató. Ha pedig mégis felmerül a gyanú, hogy valaki koronavírussal fertőzött, egy szigorú protokoll lép életbe. Ebben az esetben ugye vírus diagnosztikát kell végezni, ezt egy hitelesített nemzeti referencia laboratóriumban végzik, ahonnan nagyon rövid időn belül megérkezik az eredmény, és utána további gyógykezelés pedig az eredménytől és a beteg állapotától függ. Az országban egyébként valamennyi kórházban és bentlakásos, szociális szolgáltatást nyújtó intézményben látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvosa az új koronavírus miatt, mivel annak súlyos formája elsősorban az idős és vagy beteg embereket érinti, valamint a fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan terjedni. A szekszárdi idősek otthonában is érvénybe lépett az intézkedés, a szekszárdi kórházban pedig csupán szigorítani kell a már influenza miatt amúgy is érvényben lévő látogatási tilalmon. A rendezvényekre is kihat a koronavírus, sok helyen nem tartják meg a március 15-i ünnepi műsorokat. A szekszárdi operatív törzs legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy csak jó idő esetén szabad téren tartják meg a rendezvényt. Erről Ács Ezső szekszárd polgármestere számolt be. Egyhangulag úgy döntött az operatív törzs, hogy a március 15-i ünnepséget vasárnap megtartjuk, hogyha jó idő van, és szabadtéren meg tudjuk tartani. Első helyszínként a Babics került kijelölésre, ott viszont nem fog meglenni az ünnepség, vagy nem tartjuk meg az ünnepséget, hiszen akkor zárt téren nagyon sok ember jön össze. Eközben az Országos Mentőszolgálat bejelentette, hogy minden megyében, így Tolna megyében is plusz kocsikat állított szolgálatba, hogy biztosítsák a koronavírus fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat. A legfrissebb adatok szerint 100 000 fölé emelkedett világszerte a koronavírussal fertőzöttek száma, a gyógyultak száma pedig 56 000 fölött van. Eddig összesen több mint 3400-an haltak bele a Kínából indult járványba. Egyre többen betegednek meg influenzától Tolna megyében, pedig az országnak több részén már lecsengőben van a szokásos télvégi járvány. Tolna megyében ennek ellenére sok gyerek hiányzik az iskolákból, és az egyik házi orvos is azt mondja, hogy idén különösen hosszúnak bizonyul az influenza szezon. Az olvasást gyakorolják a szekszárdi Garai János általános iskola kisdiákjai. Most mindenkinek néhány sorral többet kell hangosan olvasnia, mert a padok közül több is üres maradt hétfőn reggel. Az influenza járvány ezt az iskolát is elérte. Mind a kollégák körében, mind pedig a gyerekek körében azért a létszám csökkent erőteljesen. Ez múlt héten csúcsosodott ki. Volt, ahol fél osztályok hiányoztak, de úgy gondoljuk, pont a mai napon néztünk körbe, hogy ez változik, hála Istennek, tehát folyamatosan jönnek vissza a betegségből felépülő gyerekek. Ez a mostani, ez azért az átlagosnál mindenképpen intenzívebb. A szokásos télvégi influenza járványnál súlyosabb az idei, ezt mondja egy szekszárdi gyerekorvos. Győri Gábor rendelőjébe már hetek óta sokkal többen érkeznek influenzára jellemző tünetekkel, mint egy átlagos koratavaszi időszakban. Az átlagos rendelés szám az kb. 45-50%-kal megemelkedett. Nagyon sok egyébként ebben az időszakban a felső-alsó légúti fertőzések száma, ehhez hozzájött még azon lázas influenza-szerű vírusbetegségeknek a száma, ami hát ugye maga az influenza járvány ad. A házi orvos szerint ilyenkor már oltatni nem érdemes, ugyanúgy, mint ahogy a tünetek jelentkezésekor azonnal orvoshoz rohanni sem. A tünetek ugyanis recept nélkül kapható gyógyszerekkel is megszüntethetőek. Nem feltétlenül kell rögtön a tünetek jelentkezésekor jönni hozzánk, hiszen ugye lázcsillapító vásárolható, ha a gyerek náthás, akkor orrcsepp adható, ha köhög, akkor köptető vagy köhögés csillapító, ez mind-mind vén nélkül hozzáférhető. Ha néhány napon belül nem múlik a láz, vagy ezek a felső légúti tünetek
erősödnének, akkor ugye fölmerül az esetlegesen jelentkező bakteriális szövődmény gyanúja, és akkor mindenképpen kell találkoznunk. Tolna megyében az influenzával kapcsolatos legfrissebb összegző adatok múlt héten készültek. Azok szerint az ország sok más megyéjével szemben itt még most is nő az influenzás megbetegedések száma. A betegek több mint kétharmada gyerek vagy fiatal felnőtt. Új fejlesztések valósulnak meg Gerjenben és Dunaszentgyörgyön. A paksi atomerőmű bővítésének következtében a két településen víz- és úthálózati fejlesztéseket hajtanak végre, valamint lakóparkot alakítanak ki. Tavaly évvégén egy óriási lehetőséget kapott a településünk. Nagyon büszke vagyok erre a két projektre, erre a két fejlesztésre. Így összegezte a konkrét fejlesztési terveket Gerjen polgármestere. A településen az elkövetkezendő években nagy volumenű infrastruktúrabeli fejlesztéseket hajtanak végre a paksi atomerőmű bővítése miatt. Új 53 telekből álló lakóparkot fognak közművesíteni, fejlesztik az úthálózatot és a vízközműveket is. Azt gondolom, hogy amit most be tudtunk jelenteni sajtótájékoztatón, ez a lakóparki fejlesztés, illetve a családi házas övezeti elképzelés, ez önmagában is egy ilyen kis település életében egy óriási lehetőség és óriási ugrás. A későbbiekben ugye nyilván megpróbálunk, ahogy a tervezési fázisból átlépünk a megvalósítási fázisba, abban az időszakban kell nagyon odafigyelnünk, hogy gyakorlatilag ezeket tényleg pozitívan tudjuk a település számára felhasználni, ezeket a fejlesztéseket. Kovács Pál a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az atomerőmű bővítése az egész régió fejlődésére nagy hatással lesz. Úgy gondoljuk, hogy a beruházás kapcsán létesülő Kalocsa-Paks közötti híd és az emellett erre ráépülő autópálya szintén olyan unikális lehetőségeket fog hozni a környező településeknek, Gerjennek, Dunaszentgyörgynek, Fogtőnek a túloldalon, illetve Kalocsának, amelyeket célszerű lesz a településeknek kihasználniuk. Nem csak Gerjenben, hanem Dunaszentgyörgyön is várhatóak beruházások. Így például összekötik a két település szennyvízhálózatát a paksi hálózattal, valamint az ivóvízhálózatot is fejlesztik. A település polgármestere azt mondja, ezekre a beruházásokra nagy szükségük van. Évek óta felmerülő szennyvíz hálózat probléma oldódna meg ezzel a projekttel, valamint a 49 telek közművesítése nagyon nagy segítség lenne az önkormányzatnak. A beruházásokat jövő év júniusig kell befejezni. A vízellátás fejlesztésre 342 millió 900 ezer forintot, míg az úthálózat és a lakópark fejlesztésére 254 millió forintot nyertek egy pályázatnak köszönhetően. Szeletelt és darált disznóhúst lopott egy házból három fiatal Fürgeden. Az élelmiszeren kívül még sok más dolgot is magukkal vittek, például konyhakéseket és pokrócot. Most mindhármukat elítélte a bíróság. A fürgedi ház ajtaján található reteszt feszítette fel a három fiatal. Próbáltak alaposak lenni, ezért kesztyűket húztak, hogy ne lehessen az új lenyomataikat azonosítani, de hiába a rendőrök épp az egyikük kéznyoma alapján jutottak végül el hozzájuk. Egy fagyasztóládát tapogattak össze elővigyázatlanul. A házban nem válogattak, szinte mindent elvittek, ami mozdítható volt. A fagyasztóból szeletelt és darált disznó és csirkehúst, pokrócot, mikrohullámú sütőt és konyhakéseket is magukkal vittek. A Tamási járásbíróság három vádlottat mondott ki bűnösnek, társtettesként elkövetett lopás büntettében. Az első rendű vádlottat 240 óra közérdekű munkára ítélte, a másodrendű vádlottat, aki egyébként fiatalkorú, másfél évre próbára bocsátotta, és a harmadrendű vádlottat is próbára bocsátotta két év időtartamra. A húst és más használati tárgyakat lopó fiataloknak tehát egyelőre nem kell börtönbe vonulniuk, de ha a próbára bocsátás ideje alatt bármit elkövetnek, akkor nem ússzák meg a rácsokat. Megyeszerte a lányokat, asszonyokat köszöntötték a hétvégén. A Bonyhádi Művelődési Ház és a Szekszárdi Kulturális Központ szervezésében kikapcsolódást, feltöltődést, egészségmegőrzést segítő programokon vehettek részt az érdeklődő hölgyek nőnap alkalmából. Bonyhádon a nőnapi ünnepség felvezetéseként a műsorvezető játékra invitálta az erre vállalkozó hölgyeket, akik közül a legszerencsésebbek ajándékkal távozhattak.
Szabó Tibor alpolgármester valóban egyedinek és eredetinek számító köszöntő szavai után megjelent a harmonika hangszer virtuóz művésze Szabó Ádám, aki világslágerek, illetve filmzenék eljátszásával tette emlékezetessé a napot, mintegy 250 nő számára Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Házban lezajlott nőnapi ünnepségen. A dalokat is próbálom úgy összeválogatni, hogy a hölgyeknek is legyen természetesen olyan dal, ami talán egy kicsit az ő szívükhöz közelebb áll, kicsit romantikusabb dal, lesz ma ilyen, de azért igyekszem tényleg a saját bevált műsoromat is előadni nekik, amiket ugye eddig szerettek az emberek, de nőnap alkalmából természetesen lesz olyan dal, ami csak a nőknek szól. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban nőnapi kavalkádra várták a lányokat, asszonyokat. Az egésznapos ingyenes programok a nők testi, lelki, szellemi felüdülését szolgálták. Interaktív táncbemutatókon, mozgásmeditációs foglalkozásokon, kreatív színházi együttléten, hangfürdőn, egészségügyi állapotfelmérésen, életmód tanácsadáson, kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Tudjuk, hogy a női szerepek szerteágazó rendszerében bizony nagyon-nagyon komolyan kell rendelkezni minden olyan készséggel, képességgel, ismerettel, hogy hogyan és miként tudunk akár percek alatt is regenerálódni. Ezekről a technikákról is szól ez a nap. A rendezvényen olyan kérdések is felmerültek, mint hogy megértik-e a férfiak a nőket, vagy hogy mit tehetnek az 50 éves koruk feletti nők testi-lelki egészségük megőrzése érdekében. Én mióta eljöttem nyugdíjba, azóta van időm saját magammal foglalkozni, tehát fontos, hogy saját magunkkal foglalkozunk, és ez mind fizikális, mind táplálék, mind lelki. És erre mindegyikre oda kell figyelni, ahhoz, hogy karban tudjuk tartani magunkat. Egy nőnapi program tehát fontos, jó alkalom arra, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, de megválaszolásuk és a megoldásuk már a mindennapok feladata. Az igazi cél pedig, hogy a nők az év mindennapján harmóniában éljenek önmagukkal és környezetükkel. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Testnevelés órán akasztotta fel magát egy iskolás Kozármislenyben, osztálytársai mentették meg. Jogerősen elítélték a magyar mecskei nőt, 5 év börtönt kapott saját újszülöttje meggyilkolásáért. Enyhe tél, lárváktól tartanak a kajszi barackos gazdák. Tornaóra közben kisétált és az öltözőben felakasztotta magát egy negyedikes fiú Kozármislenyben. A baranyai település lakosai megdöbbentőnek tartják az esetet, többségük szerint családi okok állhatnak a háttérben. A kisiskolás szerencsére fizikailag jól van, mentálhigiénés szakemberek foglalkoznak vele. Már régen volt kisgyerekem, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi történt általános iskolában. Megdöbbentő minden esetre. Nem tudom, egyáltalán gyereknek hogy jut eszébe. Sokkolta a kozármislenyieket az a hír, miszerint egy 10 év körüli kisfiú megpróbálta felakasztani magát az iskolában tornaóra alatt. Az esetről egy szülő értesítette a szabadpécs.hu internetes portált. A cikk szerint a gyermek egy vagy több feladatot nem megfelelően végzett el a testnevelés órán, majd azzal a felkiáltással hagyta el a tornacsarnokot, hogy megy és öngyilkos lesz. A helyiek szerint családi problémák vezethettek egy ilyen elhatározáshoz. Előtte voltak biztos előzményei ennek az egész dolognak. Valószínű felelősségre vonták, vagy problémái voltak a gyereknek, nevelési problémái. Biztos, hogy volt. Háttér nélkül nem történhetett ilyesmi. Szerintem valami családi dolog lehet mögötte. Valami otthoni probléma. A szülők miatt. Egyértelműen a szülők vagy a nevelők, tanárok miatt. Gondolom én, de hát egy kisgyerek, hát ez ennyire. Hihetetlen. A gyermek szerencsére nem szenvedett fizikai sérülést, gondoskodtak a megfelelő egészségügyi intézménybe való szállításáról. A legtöbb esetben valamilyen hosszan fennálló trauma vagy stresszfaktor miatt alakulhat ki a hajlam az öngyilkosságra. A szakemberek szerint megelőzhetőek az ilyen esetek. A legfontosabb, hogy a szülők és a nevelők figyeljenek a gyermekek érzelmi reakcióira. Egy ilyen folyamat legtöbbször a depresszió tüneteihez hasonlóan indul.
Ez egy hosszabb folyamat, tehát nem egyik napról a másikra történik meg, ez nagyon fontos látni, és hogyha ezeket az apró jeleket, kedvetlenség, változás a viselkedésben, a motivációban, akár olyan dolgoknak a végkezvitel, ami korábban nem voltak jellemzők rájuk, akkor érdemes ezzel kapcsolatban leülni és beszélgetni velük. Az eset kapcsán szerettük volna megkérdezni a Kozán Mislenyi Janikovszky Éva általános iskola igazgatóját. Varga Éva azonban azt mondta, amíg az esetet vizsgálják, nem nyilatkozhat. Szintén szerettük volna megszólítani a település polgármesterét. Bíró Károly azt mondta, mivel az iskola fenntartója nem a város, és az érintett család sem helybeli, nem kíván nyilatkozni. Minden esetre a városvezető is várja a vizsgálat eredményeit. Jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélte a pécsi törvényszék azt a magyar mecskei nőt, akit emberöléssel vádolt a pécsi járási ügyészség. Az asszony családja előtt titkolta terhességét, majd miután megszülte az egyébként egészséges kisfiút, ellátatlanul hagyta, így a csecsemő meghalt. Az újszülöttet a nő zacskóba csomagolta, és egy cipős dobozban az egyik szekrény polcára tette. Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős. Nagyon sokszor éreztem, hogy az ideg összeroppanás szélén állok. Mondta a korábbi tárgyalásán az a magyar mecskei nő, akit saját újszülöttjének megölésével vádolta a pécsi járási ügyészség. Az asszonynak már volt egy lánya egy korábbi kapcsolatából, így későbbi élettársával megállapodtak, hogy nem vállalnak közös gyermeket. A nő azonban teherbe esett, amit titkolt családja előtt. Mikor elérkezett a szülésnapja, otthonában hozta világra az egyébként egészséges kisfiút, azonban a csecsemőt nem látta el, aki így néhány órán belül meghalt. Becsomagolta egy ilyen zacskóba, berakta egy ilyen cipős dobozba a szekrénybe, és sorsára hagyta. A vád szerint így rejtette el a nő újszülöttjét, azonban az asszony a bizonyítási eljárás ideje alatt végig azt állította, nem emlékszik a történtekre. A tanúk és a szakértők meghallgatása után március 6-án hirdette ki ítéletét a pécsi törvényszék bírósága. A vádlott bűnös emberölés büntettében a PTK 160 szakasz 1 bekezdés és 2 bekezdés így pont szerinti törvénye alapján. Ezért a bíróság 5 évi szabadságvesztése és 6 év közéjektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani, melyből 2/3 rész kitöltését követő naptól bocsátható feltételes szabadságra. A bűncselekmény 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés, amit a törvény 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A bíróság azonban figyelembe véve a korábban elhangzott perbeszédeket, és azt, hogy a csecsemőt nem brutális módszerrel ölték meg, enyhébb büntetést szabott ki. Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős. A jó idő beköszöntével elindult az élet a szőlő- és gyümölcsültetvényeken, megkezdődött a kajszi metszése, és nem sokára beindul a virágzás. A gazdák sok helyen túl vannak az első lemosó permetezésen is, az enyhe tél azonban egyik gyümölcs számára sem volt kedvező, a tartós fagy hiányában áttelelő rovarlárvák miatt szinte biztos, hogy plusz védekezésre lesz szükség évközben. És akkor ott lehet látni, hogy milyen a bibe, hogy egy kicsit ebben az állapotban már azért úgy nagyobb ez a biberzsák. Fejletlenebbnek tűnnek a kajszi barack virágai az idén. A szakemberek szerint ennek oka a tavalyi rekord termés, amely megviselte a növényeket, és így az idei évben jóval kevesebb gyümölcsre számíthatunk. Bár a virágzás még csak most kezdődik a kajszi baracknál, a gazdák szerint rengeteg minden befolyásolhatja azt, hogy milyen és mennyi lesz az idei termés. Aggódunk is, főleg, hogy milyenek lesznek az időjárások, a virágzás idejében mennyire tudnak járni a méhek, hordani a virágport, mert azért nagyon sok még az önmedő fajtánk, amihez kell egy másik fajtának az együtt virágzása, fontos, hogy a méhek kimenjenek, hogy meleg legyen, hogy ne fújjon a szél, hogy ne essen az eső, úgyhogy ez mindig egy érdekes része a kajszi termesztésnek a virágzás, és nagyon-nagyon fontos része is. De nem csak a virágzást figyelik a gazdák, hanem túl vannak már az első lemosó permetezéseken is, amellyel a monília ellen védekeznek. Nem csak a kajszi ültetvényeken indultak meg a munkák a jó idő beköszöntével, hanem szinte az összes gyümölcsösben és a szőlőkben is. De míg a baracknál a monília, addig például a szőlőkben az enyhe tél miatt a rovarkártevők elleni védekezés most a legfontosabb. Egy enyhe télben ugye nem
igazán mondható, hogy komoly kihívás leállította az időjárás a rovarkártevők áttelelését. Tehát azt lehet mondani, hogy egy komoly problémával fogunk találkozni véleményem szerint a szőlőben, illetve ugye egy korán induló lisztharmat fertőzés ugyanúgy komoly fejfájást okozhat. A szőlő- és gyümölcstermesztők abban bíznak, hogy a megfelelő időben a megfelelő védekezéssel elejét vehetik a fertőzéses megbetegedéseknek, vagy a különböző rovarok pusztításának. Így, ha rekordtermés nem is, de megfelelő minőségű gyümölcs kerülhet majd a vásárlók asztalára. És végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Koronavírus felkészült a szekszárdi kórháza járvány megjelenésére. Influenza egyre több a beteg Tolna megyében. Új lakópark, új utak, új vízhálózat, több százmillió forintos fejlesztések Gerjenben és Dunaszentgyörgyön. A nőket köszöntötték, Bonyhádon és Szekszárdon is különleges programokat szerveztek nőnapra. Kedden változóan napos, felhős idő lesz a jellemző, délelőtt kissé élénk szél fúj, majd eső nem várható, napközben akár 13 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!